A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket augusztus 16-án, pénteken mindenkit szeretettel vár a Fricsai Richárd regionális katonazenekari fesztiváli Székesfehérváron. Vendégem itt a stúdióban Ruf Tamás, a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar karnagya. Köszöntöm. Jó estét kívánok. Hát 10. alkalom lesz ez most már, hogy lesz ez a regionális katonazenekari találkozó. Annak idején hogyan indult útjára ez a hát most már hagyományosnak mondhatott fesztivál? 2013-at írtunk, amikor is itt Szent István emlékévet tartott a város, és a akkori összhaderőnemi parancsnokság, akkori parancsnok, a Domján László vezérőrnagy úr úgy határozott, hogy ehhez a rangos rendezvényhez ő, mint parancsnok, egy katonazenekari fesztivállal kíván hozzájárulni. Előtte lévő években is többször felmerült ez a gondolat, hogy mi lenne, ha nem csak más városokban lenne itt fesztivál, hanem Székesfehérváron is, mert azért más városokban is már sok évtizedes hagyományról beszélhetünk, ám akkor Domján tábornok úr volt az, aki azt mondta, hogy na, most itt van pont a mondat végén, és mostantól vélhetően lesz egy fesztivál, de 13-ban biztosan, és ő ezzel hozzájárult. Megszerveztük, a város nagyon-nagyon pozitívan állt hozzá. A nézők azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve nagyon szerették ezt a katonazenekari, katonai megjelenést, és hát most már ides tovább ennek 11 éve. És ugye azért 10., mert közben volt egy pandémiás időszak, amikor nem tudtuk megtartani, ezért most 2024-ben van a 10. jubileumi fesztiválunk. Ugye így mondta, hogy a nézők nagyon szeretik, ez biztos, hogy így van, mert már rám írt az egyik ismerősöm, hogy mikor lesz, és hogy a tévében azt majd láthatják el, hogy ha ő nem tud eljutni, akkor ott lehessen egy kicsit ezen a rendezvényen. Kik voltak a résztvevői annó, kik a résztvevői a mostanén? Változnak-e egyébként így a zenekarok, hogy kik érkeznek ide? Van benne egy bizonyos vetésforgóra lehetőség. Ugye azt kell tudni, hogy 10 katonazenekar van az országban. Ebből a 10, most hogy ez sok vagy kevés, erről mindenkinek más a véleménye. Én azt gondolom, hogy minél több zene van valóval, és minél több kultúra, annál szebb és teljesebb tud lenni az életünk. De hogy ebből a 10 zenekarból 2 Budapesten van, 1 Szentendrén, most őket így együtt a 3 budapestinek szoktuk apostrofálni, és van 7 vidéki zenekar. És ezek között, a zenekarok között ugye azért nagyon... Egyrészt rengeteg szolgálati feladat van, rengeteg társadalmi feladatot kell ellátni, és ezeket a katonazenekari fesztiválokat, mind a nemzetközi, mind pedig a regionális fesztiválokat a Magyar Honvédség főkarmestere szakmai szempontok alapján beosztja, hogy melyik fesztiválra melyik zenekar delegálja. És a Fehérvári Fesztivál kapcsán is van egy folyamatos vetésforgó, de ezért vannak állandóan visszatérő vendégek. Ennek mondjuk van egy nagyon prózai oka, hogy ugye nyáron van a fesztiválunk, ráadásul azért augusztus 20-a környéke minden városban, vagy minden katonazenekarral rendelkező városban azért sok-sok programmal van gazdagítva, szóval nem egyszerű eljutni egy másik városba, oda akarok kilukadni. És így szabadságoltatási időszak előtt, után, alatt, közben is vagyunk, úgyhogy ezért vannak visszatérő vendégek, mert hogy nagyjából mindig ugyanakkor vannak a szabadságaink. De most például idén, az idei fesztivál érdekessége, hogy 2 légierőzenekar is lesz. Ugye az országban 2 úgynevezett kékruhás, látszik, én nem kékbe vagyok, ők kékbe vannak. Két kékruhás zenekarunk is van, az egyik a Veszprémi légierőzenekar, a másik a Szolnoki, és mind a 2 zenekar itt lesz most vendégként. Aztán itt lesz még a Budapesti Helyőrségzenekar, és mi, mint házigazdák, látjuk őket vendégül. Ugye Fricsai Richárd nevét őrzi ez a fesztivál. Ki volt Fricsai Richárd? Fricsai Richárd egy tulajdonképpen egy zenész dinasztia tehetséges sarja volt. A monarchia idején egy,
egy abszolút nem csak országos, hanem Európa hírű katonakarmester. Rengeteg pozitív dolog fűződik a nevéhez. Ami nekünk, a mi szívünknek különösen kedves lehet, hogy egy egészen hosszú időszak kötődik a Székesfehérvárhoz is az ő szakmai munkásságából. 1897 volt, amikor őt idehelyezték fiatal karmesterként, és 1913-ig volt jelen Székesfehérvár életében. Azért az egy tekintélyes időszak, azt lehet mondani, és ebben az időszakban ő volt az, aki összefogta a város kulturális életét. És nem csak a zenészeket, hanem alapvetően beszélhetünk a kulturális életről. Azért az nagyon, nagyon jelentőségteljesen, hogy a zenén keresztül jelent meg egyébként. Gondoljunk csak vissza, hogyha látunk korabeli filmeket, vagy akár csak fotókat, vagy egy enciklopédiában, hogyha találunk, vagy lexikonokban szócikkeket, régi fotókat, vagy éppen részkarcokat, de rengeteg van egyébként, az ott láthatjuk, hogy még vasárnaponként az emberek kimentek a Zicsi-ligetbe, és az volt ott a szórakozásnak az egyik módja, hogy már pedig minden egyes vasárnap elmentek misére, aztán elmentek nyilván kocsmába is, mert megitták, amit meg kellett, és egyébként meg meghallgatták a katonazenekar koncertjét, és minden egyes vasárnap megvoltak az állandó műsorszámok, és hozták az új műsorszámokat is. Tehát azért az egy nagyon-nagyon komoly összekovácsoló és egy társadalom formáló ereje volt ezeknek az együttléteknek, ezeknek a térzenéknek, és miután a katonazenekar egy abszolút központi helyet foglalt el a város zenei életébe. Fricsai volt az az ember, aki a katonazenekart és a civil zenészeket és a civil zenei életet összekötötte. Hogyha csak arra gondolunk, hogy mondjuk alapító tagja volt az akkori zenei egylet által létrehozott szimfonikus zenekarnak, és 10 éven keresztül mondjuk vezető karnagya is volt. Korabeli iratok szerint akkor virágzott az együttes, és vidéki szinten gyakorlatilag a legnagyobb együttest hozta létre az országban. De mondjuk a zeneiskola alapítása is az ő nevéhez fűződik. Amikor a 1913-ban őt is és a zenekart is Nagyváradra helyezték szolgálati érdekből, akkor a város lakossága egy nagyon komoly petíciót nyújtott be, hogy már pedig ők szeretnék, hogy itt maradjon a város karnagya, és hogy ne vigyék el Nagyváradra, de hát nyilvánvalóan a szolgálat érdek erősebb volt, és mentek, ahogy ezt parancsba kapták. Ekkor például Fricsai egy saját felajánlásából alapított egy, gyakorlatilag egy alapítványt hozott létre, és ezt a zeneiskola létrehozásának a javára. Szóval, hogy ő nagyon szívén viselte, nem csak tetszelgett a fényben és a dicsőségben, és mosolygott a nézőkre egy jól sikerült koncert után, hanem bizony nagyon-nagyon tevőlegesen benne volt itt a zenei életben, és a szívén viselte, hogy itt valóban legyen meg az utódlás, és legyen folytatás annak, amit ő elkezdett. Ugye így mondta ezt a térzenét, a térzenére számíthatunk akkor majd augusztus 16-án pénteken. Hogyan kell elképzeljük a fesztivált? Hogy fog ez kinézni? Idén. A nézők, a teljes közönség, szerintem a fehérvári közönség már jól ismeri azt a várt és elvárt menetrendet, ami miatt ők minden évben kijönnek és megnézik, meghallgatják. Hát azt ugye akárhogy is nézzük, nem csak kitalálja az ember, és nem csak jól hangzik a médiában, hanem a fotókat, ha visszanézzük, azért 2-3 ezer néző jön ide mindig ki. Ami egyrészt nagyon megtisztelő, másrészt azért borzasztó nehézségeket okoz, ugye, mert minél több ember van, annál többen panaszkodnak, hogy nem látnak. Nincs meg rá még a megoldás. Egyébként sokat törjük a fejünket itt közösen a város szervezőivel, hogy lehetne ezt jobban láthatóvá tenni. Például ennek a segítésére is van egyébként most egy mobil lelátó tervezve. Volt már egy év, amikor a városház térre tettünk egy mobil lelátót, azt nagyon szerették az emberek, idén is lesz mobil lelátó. És hogy pontosan a menetrend hogy zajlik, 17:30-tól rövid, tényleg egy jelképes térzene lesz a város négy pontján, lesz egy az Alba Plázánál,
lesz egy a Városház téren, ugye az Országalmánál, lesz egy a Mátyás szobornál is, és mi pedig játszunk az Icsi-liget zene pavilonjába, hogy mégiscsak megidézzük a múltat egy kicsit, és ezekről a pontokról, ugye Országalmát leszámítva, ők helyben vannak, ezekről a pontokról menetzenével fognak a zenekarok a Városház térre érkezni, olyan 3, 4, 6 és 6 között, 6 órakor pedig bevonulunk a térre, és kezdetét veszi a program. Közös, tehát ez 4 zenekar közös műsorszáma, itt azt kell tudni, hogy körülbelül 110-120 katonazenész lesz a téren együtt, ami azért már látványban is impozáns tud lenni, mert nagyon-nagyon precízséget és egységet sugal, és hát hangzásában pedig azt gondolom, hogy egyedülálló, mert a Városház tér ez egy nagyon szerencsés helyszín ilyen szempontból, mert összefogja a hangot. Tehát minden irányból vannak ugye épületek, és ez nagyon jót tesz az élő zenének, már pedig itt ugye az történik, és a 120 fúvós és ütős zenész, ütőhangszeres zenész játszik együtt, azért az meg lehet hallani már messziről. Szóval ez 6 órakor elkezdődik, és egy közös műsorszám után minden zenekar egyénileg is be tud mutatkozni, tehát 4 különböző produkciót láthatnak itt. Az egészen komolytól az egészen vidámig minden elő szokott fordulni. Idén is nyilvánvaló erre lehet számítani, hiszen 4 különböző karakterű zenekar érkezik hozzánk. Ugye azt szoktam mondani, hogy bár ez a 10 zenekar mind a Magyar Honvédség zenekara, és a Magyar Honvédség egyenruhájában képviselik a Magyar Honvédséget, mégis 10 különböző karakter tud megjelenni. És egyébként ez a zenének is az egyik csodája, hogy 2 hangot ugyanúgy nem lehet lejátszani. Mindenki azt mondja, hogy ugyanazt játsszák, de nem ugyanazt játsszák, mert egész egyszerűen máshogy szól. Minden zenekarnak megvan a maga sajátossága, minden karmesternek megvan a maga sajátossága. Ugye azt szoktam mondani, hogy ha ugyanaz a zenekar ugyanazt a műsorszámot játsza egymás után, de különböző karmesterekkel, akkor az másképp fog szólni. És ha túl sok magyarázat erre nincs, egyébként ezt szokták kutatni, boncolgatni jobbról-balról, hogy mi a karmestereknek a titka, de hát van egyszer a képzettség, van egy elsajátítható tudás, de van egy olyan talentum, egy olyan kisugárzás, amit még nem nagyon tudtak megfejteni, hogy az mitől, nem is azt mondom, hogy jobb, hanem mitől más az egyik, mint a másik. Úgyhogy lesz 4 különböző karakterű zenekar, önálló produkciókkal, és a végén pedig közös koncert, a közös koncert számait pedig az elmúlt 10 év legsikeresebbnek ítélt darabjából sem egésztük össze, és hát azt szoktam mondani, hogy meglepetés, de most szerintem egy kicsit szabad előre morzsákat szeretnénk, hogy egy kicsit lenne valami előzetes. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy az elmúlt 10 évben azért nagy figyelmet élvezett, amikor egy-egy vendégművész jött és énekelt velünk, akkor egyértelmű, hogy tavaly itt volt velünk Rezsnyák Róbert operaénekes, akit gyakorlatilag kitörő lelkesedéssel fogadott az akkori közönség, és idén is nagy szeretettel jön hozzánk énekelni művész úr, és jó néhány évvel ezelőtt volt egy pillanat, amikor sikerült Szomor Györgyöt meghívni, akit ugye a fehérvári közönségnek nem kell bemutatni, hiszen a Vörös Marti Színház színpadán hát szerintem megszámlálhatatlan számú előadásban volt ő nagyon-nagyon közkedvelt és egy nagyon magas szintű színész, énekes színész, úgyhogy itt lesz Szomor György is velünk, és természetesen énekelni fog. Szerintem most így dióhéjban ennyit. Én azt gondolom, hogy aki oda most ellátogat a térre, idén sem fog csalódni, legalábbis nagyon bízom benne. Ugye én azt gondolnám, hogy a katonazen hát elég hallani, de hát nem, hát itt ugye látni is kell, tehát hogy azért egy katonazenekar az nem olyan, mint egy szimfonikus zenekar, hanem itt hát bizony jár hozzá egy kis show elem is, ugye van ez a gyep show nevezetű dolog, mit is jelent ez? Igen, ennek ez a köznyelvben és a szakmai nyelvben egyaránt ezt a nevet kapta, hogy gyep show. Ennek oka egyébként, hogy ennek óriási hagyománya van Amerikában, és hatalmas focipályákon szokták ezt a műfajt
mivelni a zenekarok, és nem csak, egyébként nem csak a katonazenekarok, hanem tényleg nyugaton, egy kifejezett Amerikában ennek óriási hagyománya van, hogy a marching bandek és az ifjúsági zenekaroktól kezdve mindenkinek az egy szint, hogy ha ő fúvószenész és fúvószenekar, akkor nekik valamit be kell tudni mutatni a gyeten. Tehát, hogy ugye ennek is megvan az a kulturális hagyománya, hogy miért is van ez. Azért van, mert az óriási meccsek előtt és a szünetekben hát szórakoztatni kell ott azt a több ezres tömeget, és ez a legkiválóbb módja ennek, hogy bemasírozik a zenekar, bemasíroznak középre, és nem szükséges nekik hangosítás. Tehát egy viszonylag ez egy nagyon fontos pillanat, hogy nem kell hangosítani, mert minél többen vannak, ugye annál nagyobb a szól, és azért rengeteg olyat lehet látni, hogy nálunk ez most nagy dolog, hogy mi 120-an vagyunk, a négy zenekar, de egyébként nem egyszer, nem kétszer lehet látni 200-300 fős zenekarokat is, akik csinálják ezeket a show elemeket, és borzasztó látványos tud lenni egyébként. Túl azon, hogy igyekeznek a zenekarok belecsempészni humort, de hogyha nem teszünk bele semmiféle humort, hanem maga a katonás úgynevezett alakias mozgások vannak, az egy nagyon komoly dolog. Ráadásul ez nagyon nehéz. Tehát, hogy ezt a nézők, akik nem tudják, szerintem ők is érzik, hogy itt most valami olyan történik, ami azért nem evidencia. Tehát én magam is, amikor még 25 évvel ezelőtt elkezdtem ezt a műfajt, és bevonultam, és akkor még sorkatonaként bekerültem a kaposvári katonazenekarba, nekem bizony, hát az első fél évem ráment, hogy én ezt megtanuljam, hogy az egy dolog, hogy az ember leül, és igyekszik jól játszani, de amikor ugyanezt menetelve kell, és mondjuk nem is feltétlenül egy gyönyörű kiegyenlített parkettás talajon, mert olyan sehol nincs, hanem mondjuk van egy kis hepe-hupa benne, amivel nagyon oda kell figyelni, hogy mondjam, azért ez nem egyszerű. Gondoljunk csak arra, hogy ezek a hangszerek az ember száján vannak. És ez egy millimétereken múlik itt sokszor az embernek a következő 8-10-20 éve, mert ha mondjuk, nehogy Isten, tehát volt olyan azért, hogy valaki elesett és kitört a foga, akkor ott vége a karriernek. Na de lehet, hogy elkanyarodtam, bocsánat, csak ez egy annyira érdekes téma, hogy szeretek erről így hosszan elmélkedni. Szóval, hogy a gyepsónak ez a lényege, hogy különböző alaki formákat mutassunk be zenélés közben, és egy sima menetelés sem magától értetődő egyébként. Tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy ez egy mérhetetlen nagy bizalom egymással szemben, hogy az első sor, tehát egyrészt van a karmester, aki előmegy, vagy a tambúrmajor, ahogy szokták hívni, amikor a tamburbottal irányítja a zenekart, és a többiek abba bíznak, hogy hát az a karmester mondjuk olyan helyre vezeti őket, ami biztonságos, és mondjuk nem egy ilyen hepehupás árokba viszi őket. Az első sor még valamit lát, de a második sor már nem lát semmit, csak az előtte lévőnek a hátát. És hogyha egy teljes zenekar, és tessék, csak a nézők el tudják képzelni, hogy egy teljes zenekar vonul, és nem lát semmit, csak az előtte lévőnek a hátát, akkor az a vak bizalom, hogy ő megy az előtte lévő bajtársa után, katonazenész kollégája után, és bízik benne, hogy a talajjal minden rendben van. Volt olyan is egyébként, hogy volt közöttünk egy sorkatona zenész kollega, akinek nyilván nem ez volt még a rutin, és nem volt benne a zsigereiben ez, mert ez napokon, heteken, hónapokon, éveken keresztül kell gyakorolni, és hogy ez napi rutinná váljon. Harsonás volt, nem árulom el a nevét, egyébként már hát, ha valaki ismerősen nézi a műsort, és leejtette a kottáját. És azonnal, ugye ő mit csinált? Hirtelen magát lehajolt és felvette. És csak a többiek rutinján és lélekjelenlétén múlott, hogy nem esett át rajta az egész zenekar. És aztán persze rájött, hogy ezzel ő hibázott, de hogy ezt most azért meséltem, hogy egy ilyen nem nagyon fér bele. Tehát, hogyha lejtette, menni kell tovább, mert mondom, szerintem a Jóisten mentette meg a zenekart attól, meg a jelenlévők rutinja, hogy nem estek át egymáson. No, hát így. Mikor tudnak egyébként így gyakorolni, ugye talán így a helyőrségi zenekarnak annyira nem kell itt a Székesfehérvárinak, vagy hát nyilván kell, de hogy így együtt négyen mikor tudnak majd az előadás előtt, vagy hogyan történik ez?
Egyrészt vannak olyan műsorszámok, amiket gyakorlatilag minden zenekar tud, és szinte minden fesztiválon előjönnek, és ezekre a fesztiválokra való felkészülés során ezeket mi begyakoroljuk. És van rá egy összevont próbánk, amikor egy nap összejönnek a zenekarok, bepróbálják, és akkor utána másnap ezt ők elő tudják adni. Tehát egy viszonylag tömör, koncentrált munkát igényel, mert az nem fér bele, hogy napokon keresztül vagy heteken keresztül készüljön a négy zenekar együtt. A zenekarok külön-külön, ott már több hetes vagy akár hónapos felkészülésről beszélünk, mert mondjuk egy ilyen gyepsót, ami 10-12-15 perc, kinek vérmérséklete szerint, na hát ezekre hónapokat kell gyakorolni, mire minden mozgás rutinná válik és biztonságos mozdulattá. Mind a mellett, hogy nyilván azok, akkor van ennek egy ilyen show része is, amit én néző majd így tényleg így úgy gondolom, hogy jól fogom érezni magam majd az előadás közben. Miért olyan fontos, hogy megmutassák a katonazenét így évről évre a lakosságnak, az érdeklődőknek? Miért olyan fontos, hogy legyen katonazene? Szerintem most erre tudok nagyon röviden és nagyon hosszan is válaszolni. Szerintem a rövid, tömör válasz azért, mert ez egész egyszerűen a kultúránk része. Tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a legjobb példa, de hogy ahogy Magyarország zenekultúrájához hozzátartozik mondjuk a Bartóki és a Kodály örökség, úgy gondolom, hogy a Magyar Honvédséghez pedig, a Magyar Honvédség történelméhez és katonakulturális hagyományához hozzátartozik a katonazene. Tehát tulajdonképpen a katonazene, mint műfaj egyébként abszolút magával a katonasággal egyenlő. Tehát amióta vannak hadseregek, azóta van közöttük hangszeres katona. Nyilván ez eleinte a harci jeleknek a kiadásában merült ki, tehát mondjuk akár egy kürt jelről beszélhetünk, akár dobjelekről, de rendszerint ezekkel irányították a csapatokat, és harc közben jelzéseket továbbítottak egymásnak. És aztán ez szépen fejlődött és nőtte ki magát azzá, hogy a adott társadalomnak adott kulturális, zenekulturális gyökerei szépen bejöttek a hadseregbe, és ahogy nálunk is játszották először a Rákóczi nótákat, aztán majd minden mást, ahogy fejlődött a társadalom zenekultúra, azzal együtt fejlődött és együtt érezett a katonazene. És én azt gondolom, hogy nem túlzok, hogyha... Tehát valahogy a katonákba is ez beléivódott szerintem, hogy egy katonai identitáshoz egész egyszerűen hozzátartozik, hogy legyen katonazenekara. És ez minden országban így van. Tehát minden ország büszke a saját katonazenéjére és a saját katonazenekarára. Most hol tartunk egyébként így a katonazenekultúrában? Tehát, hogy még születnek esetleg új katonazenék, vagy csak a régieket játsszák? Születnek. Ez is ilyen több vonalon zajlik. Egyrészt vannak azok a zeneszerzőink, akik mondjuk a klasszikus, komoly zenei kortárs szerzőink, és gondolok itt mondjuk, aki már nincs köztünk, de mondjuk Hidas Frigyes, aki kifejezetten a küldetésének tekintette, hogy a fúvós zenét felkarolja, és írjon fúvós zenei műveket, hogy ne csak átiratokat játszanak a zenekarok, hanem kifejezetten fúvós zenét. És Hidas ennek nagymestere volt, de mondhatnék egy Lendvait is, vagy éppen egy Dubrovait, aki a mai napig azt gondolom, hogy fontosnak tartotta, hogy ezek a katonazenekarok játszanak kortárs fúvós zenét, komoly zenét. Hidas ezt egyébként olyannyira vette komolyan, hogy a fúvós zenekari műveinek a legtöbbjét kifejezetten a Magyar Honvédség központi zenekara számára írta. Tehát megvannak ugye a partitúrák, és rá van írva az első oldalra, a fejdészre, hogy a Magyar Honvédség központi zenekarának ajánlva. És ez az egyik vonulat. A másik vonulat, hogy kicsit messzebbről kezdem, annak idején még beszéltünk az imént Fricsairól. A Fricsai idejében egy nagyon-nagyon... Akkor ez egy feladat volt, hogy fel kell építeni a katonazenész társadalmat, és nagyon-nagyon képzett karmestereket hoztak be civilből, a civil életből kifejezetten karmesteri múlttal vagy karmesteri végzettséggel rendelkező fiatalokat szólítottak meg, és nagyon-nagyon komoly feltételek voltak, hogy milyen diplomával kell rendelkezni, milyen szaktudással kell rendelkezni, oda kellett jönni
ma próbajátéknak hívják, a karmesternek ott bizony, bizonyítania kellett élesbe a zenekar előtt, és amikor őt felvették, akkor az volt az utolsó, tehát úgymond a beavatási szertartás utolsó elem, hogy írnia kellett egy indulót az adott alakulat vagy adott zenekar számára, és hogyha az az induló az sikerült, és azt ott elfogadta a szakmai közönség, tehát mondjuk a zenekar és maga az alakulat, na akkor megtörtént a beiktatása. Azért ez a manapság már nem egészen így van, tehát nagyon-nagyon specializálódott a szakma, és nem várják el egy katona karmesterről, hogy írjon indulót. Azért néhányan vannak, akik írnak, én is írtam néhányat, magam sem gondoltam volna, hogy ez így lesz, de aztán végül is így lett. Egy kicsit akkor beszéljünk a székesfehérvári helyőrségi zenekarról is. Hányan vannak így tagok, hogyan tudnak próbálni, zenélni, merre fele járnak egyébként így az országon belül fellépni? Megint inkább az egész országot mondanám, tehát az országos általánosság az, hogy a 10 katonazenekarból a vidéki zenekarok nagyságrendileg 30 fővel muzsikálnak. Ez változó volt az idők folyamán, volt, amikor ez egy kicsit kevesebb volt, volt, amikor több, most éppen 30, nagyságrendileg 30 fő zenekarokról beszélünk. A központi zenekar, ő egy külön, a központi zenekar ettől különbözik, mivel hogy a Magyar Honvédség legnagyobb és legreprezentatívabb zenekaráról beszélünk, ott 60-80 fő közötti létszám, azért az egy nagyon impozáns, nagyon komoly szakmai munkát tesz lehetővé egyébként egy ilyen létszámú zenekar. De ezekkel a 25-30-32 fő zenekarokkal is egyébként azt gondolom, hogy csodát lehet művelni, hiszen most már szinte mindenki főiskolát vagy zeneakadémiát végzett muzsikus. Tehát gyakorlatilag ugyanolyan képzett muzsikusok ülnek a vagy éppen állnak a katonazenekarokban, mint a szimfonikus zenekarokban. Kinek vérmérséklete szerint most itt helyezkedett el, de tulajdonképpen nincs semmiféle szakmai korlátja a szakmai munkának és a különböző álmok megvalósításának. És az, hogy ki hol teljesít szolgálatot, ez a 10 zenekar között egyébként fel van osztva az ország. Tehát mindenkinek megvan a területe, mindenkinek van 2-3 megyéje, és akkor azon belül teljesíti a feladatát. De nem csak ott, hanem mi is megyünk gyakorlatilag az ország minden területére, mert most a nyári időszakban például, amikor szabadságoltatás van, akkor nagyon sokat megyünk egymás helyett. Tehát amikor mi voltunk szabadságon, akkor helyettünk jött másik zenekar, most meg épp olyan időszakban, hogy megyünk az ország minden tájára szinte. Hát köszönöm szépen, hogy a vendégem volt, és egy kicsit beszélgethettünk a fesztiválról is, és a katonazenéről is. Szerintem biztosan sokan lesznek, akik kilátogatnak majd a Városháztérre. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöket is várja a Fricsai Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál 16-án, pénteken, 18 órakor a Városháztéren. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.